egyébként, miután megszületett a Tonnal a gyereke, utána ugye a Benitől is terhes lettem, és most éppen a Beni tesójával, a Boldival jegyeztük el egymást. Feltételezem, hogy az életed tökéletes. Sziasztok, én Csenge vagyok. Hello! Sziasztok, én Csenge vagyok, és a mai videó nagyon-nagyon extra lesz, ugyanis reagálni fogok arra, hogy miket feltételeztek rólam, és pletykákra, amiket rólam hallottatok, ez már eleve nagyon durván hangzik. Ha szeretnétek valami nagyon szaftosat látni, akkor mindenképp tartsatok velem. Kezdjük azzal, hogy miket gondoltok és feltételeztek rólam. Nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptam, szóval csak szúrópróbaszerűen párat fel fogok olvasni, mert nem lesz arra lehetőségem, hogy az összeset átnézzem, még mindig megy. Úgyhogy igen, kezdjük is el. Nagyon sokan írtátok, hogy milyen aranyos, kedves és szép vagyok. Nagyon sok aranyos dolgot, amiért hálás vagyok, és köszönöm szépen. Viszont ezek inkább vélemények, mint feltételezések. Úgyhogy ezt most csak így egyben megköszönöm, imádlak titeket, legjobbak vagytok, de ezeket nem fogom felolvasni. Feltételezem, hogy van barátod. Nincsen, úgyhogy ez a feltételezés nem igaz. Egészségesen eszel. Ez szerintem nagyjából igaz, mivel én amúgy sem vagyok nagyon édes szájú, nem eszek semmilyen cukrot kb. Csak fagyit. Nem szeretem a gyors kajákat, nem iszok cukros italokat, szóval szerintem ez az ilyen nagyjából egészségesen eszek, de nem vagyok egy nagy zöldségimádó. Feltételezem, hogy nem szeret tévét nézni. Ez nagyon igaz, sosincs olyan, hogy nincs semmit csinálnom, leülök tévét nézni. Én szeretem minden egyes pillanatot kihasználni és hasznosan tölteni. Nem vagy modell, el ne hidd. Ez nem tudom, hogy honnan jött, soha az életben nem mondtam, hogy én modell vagyok, vagy az a célom, hogy modell legyek. Eleve, nem tudom, 156 centi vagyok, vagy valami ilyesmi. Eleve nem is vagyok modell alkat, nem is próbálok az lenni, úgyhogy nem tudom, az honnan jött, de... Szufi, ez nem igaz. Irritál a létezésed meg azzal, hogy magad előadod. Ez nem egy feltételezés, hanem egy vélemény, de nagyon viccesnek tartom. Úgyhogy erre válaszolok. Akkor ne nézz. Én nem kötelezek rá, nem hinném, hogy a szüleid köteleznek rá, nem vagyok összebilincselve, hogy úristen, muszáj néznem a Csengét. Nem, egyébként egy jó tanács, hogy szeretnél valaha boldog lenni, akkor ne olyan dolgokat nézz, ami nem tesz boldoggá, hanem valami olyat, ami boldoggá tesz, mert ennek itt semmi értelme, szóval... Hogy elítéled a melegeket, dehogy is ez egyáltalán nem igaz. Vannak is nagyon jó barátaim, akik melegek. Ritkán beszélgetsz a szüleiddel. Ez igaz, nagyon jó kapcsolatom van a szüleimmel. Nem azt mondom, hogy soha nem beszélgetek velük, mert persze nekem is vannak néha nézeteltéréseim velük, de... Nem, egyébként tényleg nagyon ritkán veszekszünk, aminek nagyon örülök, anya a legjobb barátom. Úgyhogy igen, nagyon szerencsésnek tartom magam. Pozitívan gondolkozol, ez nagyon igaz szerintem. Ez a legnagyobb kulcs a boldogsághoz, szóval én ezt nagyon betartom. Azt feltételezem rólad, hogy szemüveges voltál, mert egy régebbi képeden láttam rajtad. Ez nem igaz, ez egy vicces sztori. Szóval kisebb koromban nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna szemüveges lenni, annyira, hogy háromszor megkértem anyát, hogy menjünk el szemvizsgálatra, és minden alkalommal reménykedtem, hogy majd biztos most elromlik a szemem, ami utol nagyon nagy hülyeség, mert igazából értékelnem kéne, hogy jó szemeim vannak, de akkor nagyon szemüvegmániában voltam, ezért a kép, amit láttál rólam, az valószínűleg anya szemüvegében volt, és azt vettem fel. Nem szoktál bunkózni azzal sem, aki veled bunkó. Ez nagyon-nagyon igaz, én nem tartom azt jó megoldásnak, hogyha mondjuk valaki veled bunkó, akkor te is az vagy, viszont nem is szabad hagyni magad, mert én régen azt csináltam, és meg kellett tanulnom, hogy azért határozottnak kell lenni, de kedvesen. Nagyon kedves vagy, de majd rájössz, hogy az élet nem habos torta, ha nem lesznek melletted a szüleid. Eleve utálom azt a mondatot, az élet nem habos torta. Nem tudom, hogy lehet ennyire negatívan beszélni az életről, ami egy csodás dolog, és mindenkinek hálásnak kéne lennie, hogy élhet. Ez szerintem egyetlen nem igaz. Annak sose lesz habos torta az élet, aki így áll hozzá, viszont annak, aki úgy áll hozzá, hogy az, annak az lesz, mivel természetesen lesznek nehézségek, és vannak is, és ezen mindenkinek keresztül kell mennie, de én úgy vagyok, hogy minden okkal történik, és minden nehézség a nagy, jó dologra készít fel téged, és erősít meg. Úgyhogy szerintem az élet igenis egy csodálatos dolog. Feltételezem, hogy az életed tökéletes.
igazából ez egy nagyon összetett dolog. Olyan szempontból tökéletesen tartom az életemet, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen szuper családom van, barátaim, és nagyon-nagyon sok szeretettel vagyok körbevéve. Viszont ha tökéletesnek azt az oldalát nézzük, hogy teljesen zökkenőmentes, nincsenek benne soha nehézségek, egész nap csak pihenek, és nem kell semmin aggódnom, vagy dolgoznom, akkor ez egyetlen nem igaz. Ilyen szempontból nem tökéletes az életem, de nem is szeretném, hogy az lenne, mert akkor nem lenne semmi érdekesség az életben. Azt feltételezem, hogy nem koncentrálsz a sulira, csak a ruháidra és az Instagramra. Ez egyetlen nem igaz. Egy, a szüleim se engednék. Kettő, magammal szemben is van egy ilyen elvárásom, hogy nem szeretnék buta, szőke maradni. Szóval ez egyetlen nem igaz. Hogy kitűnő vagy? Nem. Sose voltam kitűnő. Még elsőben sem. Ami elég vicces, mert elsőben szerintem kb. Mindenki kitűnő. És az a vicces, hogy amikor oviba jártam, se vártam a sulit. És szerintem kb. Minden ovis gyerek várja az iskolát, én nem vártam, nem is érdekelt, amire a tanárok beszéltek, nem szerettem várni a sorba, nem szerettem azt csinálni, amit mindenki más csinál, egyszerűen az egész suli nem izgatott. És annyi beírásom volt, hogy úristen, hogy nem raktam be a cipőmet a cipőzsákba, hogy volt, hogy nem mentem ki szünetre, mert én azért se akartam kimenni. Egyszerűen nem érdekelt az egész. Van egy vicces sztorim, szóval ugye elsőben inkább anya tartott életben, és egyszer anya elutazott egy, nem tudom, 3 napra, és apuval maradtam. És apa elég laza, szóval minden nap az volt, hogy hazajöttem, és megkérdezte, hogy kész a házid? Én meg rávágtam, hogy persze, kész van, tök mindegy. És mire anya hazajött, lett vagy 7 beírásom, senkinek nem volt nyelvtanházia, senkinek nem volt füzete, nem volt semmi, és igazából engem még ez sem nagyon izgatott. Ennyire nem érdekel az egész, igazából azóta szeretek tanulni, mióta magántanuló lettem. Sose voltam rossz tanuló, mindig 4-es, 5-ös között voltam, de teljesen kitűnő, sose sikerült, de nagyon nem is érdekelt. Szóval, jöjjenek a pletykák, szerintem ennyi elég volt a feltételezésekről, szóval érdekes lesz. Azt hallottam, hogy te leszbikus vagy. Ez egyetlen nem igaz, mint ahogy már mondtam, én nem ítélem el a melegeket, de én nem vagyok az, nem tudom, azt honnan hallottad, de nem igaz. Azt hallottam, hogy nem akarsz barátot. Jelenleg az egyetemben nem ez van a fókuszban, hanem teljesen más. Hogy cigizel és szar TikTokos vagy. A szar TikTokos az inkább egy vélemény, de nem cigizek. Soha nem is cigiztem és nem is fogok. Utálom a szagát, szerintem undorító is, hogy lánynak cigi lók ki a szájából. Ez mindenkinek a saját dolga, de nekem ez nem egy szimpatikus dolog. Csak parókát hordasz. Nem, és ez fájt is. Egyébként ez az igazi hajam. Hogy örökbe fogadtak? Ez nem igaz. Egyébként kicsi koromban, nagyon pici voltam, láttam egy filmet, ahol egy lányt örökbe fogadtak, és elkezdtem gondolkozni, Jézusom, lehet én is örökbe vagyok fogadva? De arra nem is gondoltam, hogy kb. Már 6000 képet láttam arról, hogy anya kezébe ott vagyok a kórházban, de nem. Segít csak az érdeket, hogy biztos örökbe vagyok fogadva. De egyébként le se tudnánk tagadni, mert annyira úgy nézek ki, mint anya meg apa, hogy... A legeslegtöbb pletyka, amit kaptam, az azzal kapcsolatos volt, hogy együtt vagy a Bennyvel, együtt vagy a Tonnal. A kedvencem az volt, ellopta az MC barátját, és ő nem tudott róla, és most összevesztetek, vagy együtt vagy a Bennyvel, és megcsaltad a Tonnal. Úgyhogy ezt szeretném letisztázni. Egyikőkkel sem vagyok együtt, mindkettő nagyon-nagyon jó barátom, de ezt szeretném elmondani, hogy nem csak velem kapcsolatban, hanem akármi, amit láttak az interneten, attól, hogy két ember együtt videózik, vagy barátként egymás társaságában van, az nem azt jelenti, hogy együtt vannak, ezt látom, amiként egy csomó videóssal, hogy így összesippelik őket a követőik, de lehet fiú és lány között barátság, meg egyébként tényleg az, hogy készítünk egy közös videót, az egyetlen nem azt jelenti, hogy együtt vagyunk. Szóval ezt szeretném letisztázni. Egyébként volt egy olyan cuki kérdés is, hogy van egy titkos gyereked a Tonnal, és Dávidnak hívják. Ez elég, egyébként ez igaz, szóval ezt eddig eltitkoltuk, de van egy közös gyerekünk, és Dávidot éppen Tájföldön nevelik, mert mi ezt jobb nevelésnek találjuk, szóval Dávidra találkozhatok Tájföldön. De közben a Benidől is terhes vagyok, szóval igen, meg is mutatom a gyerekemet. Bemutatom Arnoldot, a új kisfiamat, aki
mindjárt meg is születik. Hups, megvan. Gyönyörű kis pletykák, nagyon kis ideál, de sajnos el kell, szomorítsalak titeket, hogy ebből egy sem igaz. Elérte Boldi a Benny öccse. Igen, egyébként miután megszületett a Tonnal a gyerekem, utána ugye a Bennytől is terhes lettem, és most éppen a Benny tesójával, a Boldival jegyeztük el egymást. Nem is értem ezeket a pletykákat, emberek. 15 éves vagyok, nem is értem, hogy fordul meg olyan emberek fejébe, hogy én egyetlen lehetnék terhes. Ribancoskodsz elében, azt hallottam. Igen, igazából az a munkám mostanában, hogy kint állok a sarkon, és... Nem tudom, komolyan, nem értitek ezeket a szavaknak a jelentését. Már olyat is láttam, hogy kurva vagyok, olyat is láttam, hogy ribanc vagyok. Ezeket a szavakat kérlek ne használjátok, mert ha tudnátok, hogy pontosan mit jelent, mit jelent meg a szó, akkor szerintem nem használnátok 15 éves lányokra. Szerelmes vagyok a kutyádba. Ez egyébként igaz, életem örök szerelme a cuki maradt, de azért a Teddy is nagy szerelmem. Kijött a fülbevalóm. Azt hallottam, hogy a te családod azért gazdag, mert sok pénzt örököltetek egy elhunyt rokontól. Ez egyetlen nem igaz. Mindenünk, amink van, azért keményen megdolgoztak a szüleim. Semmit nem örököltünk, semmit nem nyertünk, és nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szép életet teremtettek a szüleim. Azt hallottam, hogy nem beszéltek a Lizával és a Moldival. Ez igaz. Bepisírsz, ha nevetsz. Igen, ez nem egy ilyen nagyon szokásos dolog, de néha beszoktam, amikor nagyon-nagyon megnevetetnek, de tényleg akkor, hogyha nagyon ahhoz külön tehetség kell, hogy engem be lehessen pisértetni, kivéve ha már eleve nagyon kell pisélnem. De van egy barátnőm, akinek ez nagyon jól megy, és egyébként ő meg így röfögni szokott, és ő csak ő tud engem bepisértetni, és csak én tudom őt így megröfögtetni, miközben nevet. Szóval ez elég vicces, csak az a kellemetlen, amikor nyilvános helyen vagyunk, és ő nekiáll ilyen durván röfögni, de ilyen nagyon durván inkább horkolni, én meg bepisilek. Jó, ez most nagyon vicces lesz, erre készüljetek fel, figyelj! Azért költözök ki Amerikával, mert összevesztél a barátaiddal. Atyaisten, egy, ki az az ember, akinek ez megfordul a fejében? Kettő, ki az, aki ezt elhiszi? De ha így is lenne, na egyébként nem veszem össze a barátaimmal, az teljesen normális, hogy ebben a korban a barátok legtöbbször jönnek és mennek, de egyébként az egyik legjobb barátnőmet már kb. 6 éve ismerem. A lényeg, hogy nem vesztem össze a barátaimmal, és szerintetek van olyan őrült család, aki mondjuk kiköltöz egy másik országba azért, mert a gyereke összeveszett a barátaival Magyarországon, és eljön Amerikába, szóval így a világ másik felére. Nem is értem, hogy egyetlen, hogy fordul meg emberek fejében. Most le is zárom ezt a videót. Nagyon sokat tanultunk belőle szerintem, hogy ne higgyünk a pletykáknak. Ha rólam hallatok valamit, annak se, vagy ha rólatok mondanak valamit, azzal se törődjetek, mert ahogy látjátok, 99%-ban kamu az egész. Remélem, hogy ti is élveztétek, szerintem nagyon vicces volt. Ha élveztétek, mindenképp lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Plusz az Instagramomnak a linkje lent lesz a leírásban. Írjátok meg kommentben, hogy mit szeretnétek jövő héten. Puszi, sziasztok! Tell me what you have to go and drive me so crazy.